Sziasztok! Ma folytatom a Total War Roma 2 Hannibal at the Gate kívásos végigjátszásomat Szürakúzával. És itt maradt abba, hogy megtámadtam a szamniták második seregét, és ugye le kéne győzni őket. Oké, ugye megint rajtaütés. A lovassággal rá kell támadjak az előcsatározókra. Pikások ide. Tureoszok ide, mert ugye a lovasok, ha mindenig az ki fognak rohanni ugye előre. Némi kartforgató ide, meg ide. Ide a paritjások és tábornok. Oké, a lovasok nem arra mentek, amerre számítottam, hogy menni fognak. Ebben a csatában szintén le kéne győzni őket teljesen. És ugye, hogy ne kelljen megint harcolni ellenük. Bár ha megint meg kell küzdjek velük, az nem olyan nagy gond. A Secundus Rugát ugye győzzük le. Oké, a menekülőkből kéne még intézni. Jó lenne, ha nem kéne megint harcoljak ellenük, de... lehet, hogy mégis. Ó, ott még nagyobb csapatok menekülnek. Ja, itt csomó előcsatározó. 94, az szép. Közel a vörös vonal. Ja, ám bár, hogyha meg is kell küzdjek velük, ugye annyira nem lényeges, mert csak rájuk megyek a lovasokkal, az kész. Oké, lett ugye szintlépés. Erősítsük. Melejátak, melej defense és páncél. Az jó, az kell. Plusz még több melejátak és gyorsabban lőnének az egységek, az is jó. Ready and wait.
Oké, előre a Tarantinókkal, és végzünk velük. Egész jól bírják. Oké, itt lázadás lesz, ami nem probléma. Itt remélem, hogy megtámadnak a lázadók most, ugye Buszentumnál. Oké. Ide kéne képezzek egy kis csapatot, ugye, a városba, és megtámadhatnám Sippontumot. Na ja, két nagy vereség után békét akarnak. Á, na végre. Rendben. Valójában most arra gondoltam, hogy itt védekezek. A városi őrség az ugye előre. Őket, ha elveszítem, nem nagy gond. Meg ugye van egy erősebb városi flotta. Na, hadd jöjjenek. Ezével lesz gond ugye egy kicsit az előcsatározóikkal. Azok fognak szerintem nagyobb veszteséget okozni. Oké, a lovasokat lassan ki is lövik a paritjások. Oké, a tábornok meghalt.
Majd ugye megint meg kell küzdjek velük. Oké, amúgy lassan fel fogják adni. A lovassággal jó lenne őket letámadni. Oké, a menekülőket kéne még ugye elintézni, csak hát hiába klikkelsz rá az ellenségre, a lovasok sokszor megállnak és nem csinálnak semmit. Azt a csapat előcsatározósat kéne elkapni a lovasokkal, plusz ugye még itt ezeket. Na igen, elég nehezen tudják megölni a menekülőket, az a baj. Nem olyan, mint Rome 1-ben, vagy ugye Medieval 2-ben, ott már rég meghaltak volna. Oké, jó nap, jó volt. Oké, ugye erődöt építettek, ami rendben van. Oké, itt ugye lázadók jelentek meg. Élelmem az van, ide építek egy hadikikötőt. Plusz ugye ez a küldetés sajnos nem lesz meg. Na mindegy. Rendben, győzzük le őket itt. Nem gondoltam volna, hogy visszalépnek. Oké, bár most, hogyha legyőzöm őket és megölöm a tábornokot, akkor megint vissza tudnak lépni. Szóval jó lenne nem megölni. Oké, irány előre. Jó, hogy nem állt meg pont a vörös vonal. Várjunk, az... Ez pont a vörös vonal, nem? Ó, bakker AI. Mi a fenének kempelt az oda a vörös vonal mögé? Na mindegy, lassan úgyis odaérünk. Ja, bekempeltek ugye ide. Majdnem a sarokba. Az AI bekempelt majdnem a sarokba, az durva azért.
Oké, ugye lőtában vagyunk, így megindulnak. Maradtak előcsatározóik, ugye? Vagy nem? Nem. Oké, az jó. Valójában ugye úgy kéne legyőzni őket, hogy a tábornok az nem hal meg. Mármint az ellenséges. Bár ha meghal ugye, akkor legfeljebb csatázunk még egyet ellenük. Az ellenséges gyalogság nagyjából megsemmisült. Az jó volt. Ám bár a közrend még így sem a legeslegjobb, de még mindig jobb, mint volt. Oké, arra gondoltam, hogy ezt az ügynököt is küldöm felderít, vagy felfedezésre, vagy fene tudja mi az, és ugye pénzt fog adni. Majd még kéne képezek egy dignitarit, és berakni ugye ebbe a seregbe. Itt pedig hagyom, hogy a lázadók erősödjenek egy kicsit. Ám bár a következő körben azt hiszem leképzek még egy kis csapatot, és beküldöm őket a városba. És ugye majd az a kis csapat fogja védeni a várost, és a fősereggel pedig támadom a szamnitákat. Igen, visszakaptam az ügynököt. Ó, oké, kaptam egy jobb ügynököt. Az adventuring, ugye az valami, mi az már ilyen, nem felfedezés, hanem valami hasonló, ugye abból 20%-kal többet kapok. Oké, és kéne még egy sereg. Legyen aktor, aki vezeti. Vagy... Vagy legyen Atheneusz.
Legyen csak sima hoplita testőrsége, vagy piket hoplita, ugye ő csak ilyen védekező sereg, ugye közrendfenntartás. Így legyen csak sima hoplita. Némi parittyás az nem árthat. Kezdjünk ugye egyből azzal. Várjunk, az adventuring az kalandozás, ja, most esett le. Most úgy hirtelen eszembe jutott, ugye? Oké. Legyen még egy körváltás. Lassan ugye, de legyőzöm a izét. Legyen civil progress, ugye gyorsabb technológia fejlesztés. Tudok 4-es szintű farmokat, vagy a farmot, főépületeket. Oké, nekem valójában ez kéne ugye a Hippocrate Oath, ami 4-es izét ad. 4-es szintű ilyen research rate-et adó épületet. Vagy tudok építeni akadémiát. Oké, itt egész jó a városi őrség, szóval ezzel a csapattal megyünk ide. És ők pedig ide. Ám bár néhány egységet még képzek. És kéne akkor egy dignitári. És irány erre. Oké, foglaljuk el ezt a várost. Oké, van ugye egy csomó előcsatározós hajó. Azokat könnyedén elintézik a Tarantino lovasok. Ezeknek az előcsatározóknak gyorsan végük lesz.
Oké, lőjük ugye ezeket az itáliai kartforgatókat. Nekik is van egy csapat paritjás. Oké, lovasokkal körbe. Oké, azt hiszem végük, nem? Vagy igen, végük. Oké, a főépületet le kell romboljam. Ezt szintén. Ezt pedig majd át kell építeni. Ide ugye építenék... Várjunk. Ezt csak lerombolom, mert ugye építek egy barakkot és egy templomot. Igen, Poseidon templomot még hozzá. Minusz 10-es a közrend. Várjunk, mennyit veszítek instabilitás miatt? Minusz 8. Akkor valójában csak minusz 2 lenne, szóval. Meg ugye a kultúra különbség miatt minusz 5-öt. Ha az a 2 úgymond eltűnik, akkor valójában oké is a közrend. Á, itt van egy ügynök. Rontja a közrendet, ugye? Oké, a következő, amit el kell foglalják, ugye az Beneventum, és akkor a szamnitáknak vége. Utána pedig szépen lassan begyalulom a rómaiakat, utána ugye etruszkok, és haladunk is szépen előre. Jó, itt ugye kell akkor ez és ez. A lázadók pedig nem támadtak. Hát, rendben. Mondjuk több egységet nem képzek. Ó, várjunk, nekem kéne izé üveg, hogy tudjak akadémiát. Akkor inkább hagyjuk. Rámegyek ezekre a technológiákra, amik közrendet adnak, meg csökkentik a korrupciót és növelik a bevételt, ugye az adóbevételt. Á, nincs élelmük, tökéletes. A szamnitáknak ugye nem maradt élelme. Oké, kéne ugye ez, 4-es szint. Még több élelem. Az mindig jól jön. Ez szintén ugye oliva. Oké, bár ha itt megépül a barak, akkor nagyjából védve is van a város, mert ugye rámegyek Beneventumra és azzal lezárom a bevezető utat. Vagyis majdnem.
Kicsit kockázatos lesz, de szeretném ugye minden gyorsabban kiéheztetni Beneventumot. Plusz ugye az is nagyon jó lenne, hogyha elfoglalnám ugye az utolsó Szamnita várost, eltűnnének az ügynökeik. Mert ugye megsemmisülne a frakció. Az ügynökök nagyobb problémát okoznak ugye, mint maga a hadsereg. Á, jönnek a venetik. Jó sokat tud lépni ez az ügynök. Arra gondoltam, feljövök ide. Ez is masszaliai terület. Wow, Masszalia amúgy el van terjeszkedve. Rómában... van egy egész komoly városőrség. Az a baj, itt még mindig nagyon rossz a közrend. Na, oké, itt jó lenne, hogyha megtámadnának a lázadók, ugye? Jó lenne építeni ezét, amfiteátrumot, ami, vagy Odeont, ugye, ami 10 közrendet ad, az nagyjából megoldaná a problémát. Csak kell ugye a lakossági pont hozzá. Rendben. Legyőzzük őket. Oké, itt kéne védekezzek. Mert ugye ott jönnek, és akkor ugye nagyjából csak szemből jönnének. Az lenne a legjobb. A városi őrséget teszem előre. Parittyások, mobok teljesen előre. Plusz még ugye a városi flottában vannak íjászok, ami egész jó. Oké, jönnek a izék, jönnek a... Ó, parittyásaik is vannak. Ha. Oké, valójában egy kicsit akkor vissza, hogy legyen jobb rálátás az ellenséges előcsatározókra. Ó, de nem menjetek úgy hátrát. Come on! Orders!
kicsit rossz, hogy amikor kiadod a vizét, a parancsot az egységeknek, és akkor elkezdenek hátrafele menni. Oké, lassan az előcs határozóiknak vége. Oké, tábornok meghalt. Rendben, lovassággal kerítsük be őket, az kész. Oké, azt hiszem ennyi volt. Oké, most már csak a pikások szépen lassan le kell szurkálják őket, az kész. Jó, mert ugye innen nem tudnak menekülni, mert itt akarnak kimenni, de a pikások leszúrják az egészet. Lol. Oké, amúgy nem semmisülnek meg teljesen, de nagyjából teljesen. Azt a mázlist a csávót, aznak sikerült elmenekülnie. Azt a mázlist a gyereket. Ott te jó ég. Ó, oké, így is jó. Az a csávó nagyon mázlista volt. Ja, ez jó volt. Ez nagyon jó volt. Gondoltam amúgy először, hogy utána küldöm a izét, a lovasokat, de úgy voltam vele, hogy... Vagy utána küldöm a lovasokat, de úgy voltam vele, hogy ha már onnan sikerült valahogy kivergődnie, akkor hadd éljen.
Várjunk, ez ugye 6 élelem, igen, ha ezt megépíteném, akkor valójában mínusz 4, 10 élelmet veszítenék. Wow. Igen, az gáz. Rendben, legyen az, hogy ide. És ide. Ám bár ha ezt megépítem, akkor minden provincia, mármint ami határos ezzel a provinciával, kap extra egy élelmet. Hát az nem sok, de hát az is valami. Talán inkább folytatnám a izét, a farm technológiát. Plusz olyan főépületet építek, ami extra közrendet ad. Ja, az úgy jobb lesz. Minden közrend számít. Masszaliában nagyon rossz a közrend. Igen, mert ugye, mivel elfoglalták ugye a teljes provinciát, így szereztek 3 területet, ahol nem Helén kultúra van. Így a kultúra ugye visszaesett csak 31%, a Helén kultúra, és sok közrendet veszítenek miatta. Oké, extra lojalitás, az nagyon jól jön, ugye? Rendben, legyen egy körváltás. Amúgy... valójában, ha lejátszanám a csatát, amúgy is le vannak gyengülve. Mondjuk... ja, itt elég sokan vannak. Mondjuk győznék, de ugye nagyobb veszteséggel, azt pedig nem akarok. Nyílt terepen könnyedén legyőzzük őket. Utána pedig, ha kell, akkor ugye a megmaradt egységek ellen lejátszom a csatát, vagy kiéheztetem a várost. Jönnek a venetik. Magna Gréciában pedig lázadás lesz. Oké, venetik jönnek, veterán Spears, az szép, meg Spear Warriors és némi paritjás. Legyőzzük őket. Jaja, legyőzzük őket. Ez ugye 3 körig bírja. Oké, arra gondoltam, inkább átépítem ezt az épületet. Mert lázadás miatt. Mondjuk bárhol legyen a lázadás, le tudjuk majd győzni őket, nem az. Mert ugye főleg azért, mert itt ez a csapat. Majd, hogyha ez a város, ugye Tarentum eléri az 5-ös lakossági pontot, akkor építek egy ilyen Lykeont, ugye? Ami extra research rate-et ad. De most nagyon kell a közrend. Irány kalandozni. Lómaiak. Még egy lómai sereg. Szép, egy csomó principész. Igen, itt Masszaliában ugye izé lesz. Lázadás. Az AI nem tudja fenntartani a közrendet. Azért az durva, amikor az AI nem tudja fenntartani a közrendet. De ugye ő is rengeteg közrendet veszít kultúra különbség miatt. Plusz ugye aktiváltam az ügynököt. Így... az a baj, én nem tudom megnézni, hogy mennyi közrendet veszít az én ügynököm miatt. Ám bár
Ha deaktiválnám, akkor valójában kimutatnám, mert ugye mínusz 16-ról lecsökkenne, és ugye amennyi csökken, annyi közrendet veszít. De... ja, mindegy. Nem akarom deaktiválni, mert ugye... akarom, hogy szintet lépjen. Oké, jól látom, Turinál lettek a lázadók. Rendben, mindössze két csapat parítjás és egy csapat előcsatározó van, az egyáltalán nem vészes. Oké, ugye ők ott vannak fent, akkor megint ugye itt kéne védekezni. Oké, és ja igen, flotta. Várjunk, a városi flottából hiányzik a két hajó. Két íjász hajó. Mindegy. Nem tudom miért, de oké. Meg kell nézzem majd. Jaj, várjunk, mert ez nem az az a város. Az előző város az más volt, persze. Itt még nincs hadikikötő, ugye? Oké, azoknak a zsoldos lovasoknak vége. Oké, az a legjobb, hogy háttalálnak. Az valójában nekem segít. Oké, lassan ki fogják lőni a izét. Parítjásokat. Gyerünk, hopolájtok! Arra gondoltam, két pikás egységgel bekerítem őket. Ahogy elnézem, a Levi Freeman nehezen tud áttörni a könnyű hoplitákon, de ugyanúgy a milícia hoplitán is.
approaching. Understood. Oké, már csak az izé van, a kelta előcsatározó egység. Már az igazság az, hogy nem is igazán tudtak lőni az izé a paritjásaik vagy az előcsatározók. Bekerítjük a barbárokat, és végük lesz. A fattyak csatája. Oké, szépen lassan ugye előre a pikások. Understood.
Szépen lassan, de ugye szorítjuk őket vissza. Ah, ott még van egy csomó Oathsworn, 142. Attól félek, hogy meghal a tábornok. Oké, lassan feladják. Ugye a fattyak csatája így végződött volna, hogyha normális falangszot használtak volna, ugye, és nem valami hülyeséget, amit kitaláltak. Én még mai napig is várok, hogy befejezzék a drónok harcát. Mert ugye még nem lett befejezve. Az, amit befejezésnek adtak ugye, az... Hát az nem befejezés. Az minden volt, csak nem befejezés. Oké, azt hiszem ennyi volt. Már csak izé van az Oathsworn-ok. De ők is tudják, hogy végük. Oké, okay, ezért nem akarja feladni az Oathsworn, ám bár... szerintem csak feladják lassan. Na, végre. Oké, okay, a menekülőket kéne még intézni. Próbálják kikerülni a pikásokat, de az nem fog összejönni. Igen, sajnos a zsoldos kelták megmaradtak, de a lényeg, hogy le van győzve a sereg.
Oké, itt ugye nézem, milyen zsoldosok vannak, mert ha elfoglalom a várost, ami két kör után megadja magát, vagy kitámadnak és legyőzzük őket, ám bár még az is meg lehet, hogy ki se támadnak. Élelmük sincs, plusz ugye ostrom alatt állnak. Ezek itt ugye tuti vesznek fel zsoldosokat, és ja, megtámadják majd a várost, de legyőzzük őket. Á, már csak mínusz 4, oké. Oké, Lilibaumban ugye van barak és hadikikötő, szóval jó, okés. Irány ide. Itt lettek ugye a lázadók. Ide szintén kell a hadikikötő és ez extra közrend. Ja, az mindig kell. Lojalitás az van. A rendben. Legyen még egy körváltás. Extra lojalitáshoz jól jön. Amúgy a másik családnak van provinciája. Igen, övék Magna Grécia. Szóval lojálisak kell, hogy maradjanak. Oké, jól látom, Róma küldi a csapatait. Felém, igen, már van egy sereg Kápuánál. Oké, az AI-nak lázadói lettek. Azért az durva. Oké, kéne 4-es szintű főépület, ugye kapnék extra 4 élelmet. Nagyon jó amúgy, mert 4-es szinten ugye 8 élelmet ad, és 20%-kal több bevétel izéből, mezőgazdaságból. Ami elég király. Itt nagyon kevesen vannak. Igen. Nagyon-nagyon kevesen. Á, van ballista. Némi hasztáti, zsoldos hopolájtok. Zsoldos barbárok. Oké, a következő körben meg lesz ez a technológia, és akkor ugye több bevételt kapok a mezőgazdaságból, plusz a mezőgazdasági épületek ugye olcsóbbak lesznek, és utána kell ez a technológia, és akkor tudok 4-es szintű gabonafarmot. Az meg ugye jó sok élelmet fog adni. 4-es szinten ugye 15 élelem. Még ugye szeretném elfoglalni a szamniták utolsó városát. Ó, oh, oké. Okay. Kitámadnak. Wow, nagyjából semmiük nincs. Mondjuk az ostrom miatt én is veszítettem katonákat, de nem olyan vészes. Swordsmen!
Oké, ezeket ugye nagyon gyorsan le fogjuk győzni, mert rendkívül kevesen vannak. Nagyon-nagyon kevesen. Utána pedig harcolhatok a rómaiak ellen, őket lesz ugye egy kicsit nehezebb legyőzni. Ennyi a sereg? Ó, te jó ég. Ja nem, ez a városi őrség, mert ugye a városi őrség támadott ki, nem? Vagy mi van? Hát fene tudja. Igen, a városi őrség volt az, ami kitámadott. Oké, okay, rá kéne menni arra néhány parittyásra. Oké, a cölöpök nagyobb veszteséget okoztak nekem, mint az ellenségnek fognak. Ajjajjaj. De jól bírják azok az itáliai lovasok. Ja, elég jól bírják közelharcban. Mondjuk az itáliai lovas közelharcban egész jó. Na, oké, lőjük ki azt a néhány előcsatározót. Oké, okay, azt hiszem ennyi volt. Azt hiszem mindenki megsemmisült. Ezzel vége a szamnitáknak, ha minden igaz. Ja nem! Persze, még van egy tábornok. Itt pedig lázadás lesz. Oké, ezt le kell rombolni, meg kell építsem ezt. Ezt át kell építeni. Kell a templom, oké, itt lázadás van, nem gond, építek egy ilyet, extra közrend, ugye a kettes szintű főépület ad két közrendet, nagyon jó, itt mínusz 4 közrend, gondolom a tél miatt van, mínusz 3, igen, tűrhető.
A közrendfenntartás ugye egy kicsit problémás, egyelőre. Na várjunk, csinálhatnám úgy, hogy ezeket megtámadom, le fogom majd győzni őket, ugye az mondjuk már a következő részben. És... ezzel a sereggel megtámadnám Kápuát, és valójában le kéne képezzek még egy sereget, szóval ez a tábornok kéne irányítson egy új sereget, és akkor az egyikkel mennék ugye itt, Róma irányába, a másikkal pedig itt, és szépen végig ugye haladnék két sereggel előre, foglalnám a területeket és egész Itáliát. Ja, igen. Oké, ezt le fogom játszani a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!